Béla, nem megyünk be, jó? Tényleg próbál ki, hogy nem vész be. Összogja már azt a bátorát! Elszorítjuk az ügyintézőket, hogy álljanak ki, és mondják el, milyen elszoríteket követtek el akkor, amikor Lelize hitelekről tájékoztatták a lakosságot. Azt mondta az ügyintéző az egyik ügyfélnek, stabil dolog a svájci frank, max 1-2 forintot fog mozogni az átfolyam. Ehhez képest 140-ről felment 274 is. Intézők nagy része csak svájci frank hitelt ajánlott az ügyfeleknek. Olyan ügyfelek, akik nem is voltak jogosultak a bank szerint forint hitelre. De 150-ért megadták. Nem alkalmazott asszonyom! Nem, de mit tükett el a bankban is az ügyintézőknek a felhívást? A bankok vezetőivel mi már nem tárgyalunk, nincs miről tárgyalni. Bebizonyítottuk, hogy jogilag, közgazdaságilag és erkölcsileg is a deviza hitel egy átverés. Átverték a magyar lakosságot, és most el akarják venni a házainkat, el akarják venni az autóinkat, és el akarják venni a földünket. Fogjunk össze, magyarok, és ne hagyjuk néhány csaló uzsorásnak, hogy elvegyék tőlünk azt, amire megdolgoztunk. Követeljük, hogy azonnal állítsák le a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat. Követeljük, hogy tereljék el teljesen a devizahitelt, és minden megkárosított magyar embert, magyar családot kártalanítsanak. Ezt a bankok pénzéből mi nem kérünk adóforintokat, csupán azt kérjük, hogy a bankok húzzanak el az országból. Mint a vadlibát! Oh,